A zempléni túrák kihagyhatatlan állomása Füzér. A hegyek között megbúvó kisfalu hírnöke a már messziről látható vár. Csak nem egy évezred óta áll az alapjául szolgáló bazaltömb csúcsán. Egykor védte a környéket, a benne felhalmozott javakat, és majd egy éven át magát, a Szent Koronát is. Távol tartotta a hivatlan vendégeket, vastag falai biztonságot nyújtottak, szinte megközelíthetetlen volt a meredek sziklák magasában. Ma viszont hívogat, gyere vándor, a kapu nyitva áll, látogass meg, hadd meséljek neked. Évszázadokon át tartó pusztulása után most újra reneszánsz pompájában ragyoghat, és újra védelmezheti a vidéket, az itt élő embereket. Az újjáépülő vár még vonzóbb úti cél, még több élményt kínál az ide látogatóknak, a helybelieknek pedig megélhetést. Ne tessék figyelembe venni csekély mi voltomat, midőn nagyságos uramhoz fordulok a füzéri vár renoválásának ügyében, mert hisz én csak leírom azt, ami vidékünk lakosságának forró óhajtása, hogy mentsék meg a végpusztulástól vidékünk büszkeségét, a füzéri várat. Nagyságos uram! Talán nem hiába kérem önt, ha elmondom, hogy éppen a vár legszebb része, az 5 méter magas, gócs stílusú kápolna rövid idő múlva összeomlik, és csak egy fehér romhalmaz fogja mutatni azt a helyet, hol 1527-ben, a mohácsi vész utáni zavaros időben a Szent Korona volt oltárának erekjéje, hol a csejtei Bátori Erzsébet vezekelt rémes bűneiért. Az idei orkánok nagyon megviselték a vár kápolnáját. A csúcsívben összefutó ablakok fejkövei meglazultak, egyrészt kiesett, másrészt összeroppanva lejjebb csúszott. A külső annyira kihajlott, hogy szabad szemmel is észrevehető a függélyestől való kihajlása. A vár 16.-17. századbeli fénykorát újjáépítjük. Modern kiállítási terek fognak megvalósulni, valamint rejtett infrastruktúrával látjuk el Füzér alsó és felső várát. Élő vár lesz az eredménye. Bízom benne, hogy az ide látogatók és a helyben lakók örömére és mindannyiunk javára fog ez megvalósulni. A füzéri felsővárnak a rekonstrukciója. Megépül a palotaszárny, a várkápolna, teljes pinceszint és a vár nyugati részén lévő alsóbástya. A fejlesztés során minden helyiség kiállítási funkcióval fog bővülni. Itt a 16.-17. századi vár életet próbáltuk rekonstruálni. Újjáépül a várnak a kútja és a ciszternája, újjáépítik a reneszánsz kertet, és a gazdasági épületszárny is új kiállítási elemeket kap. Az előkészítési szakaszban nagy hangsúlyt fejtettünk arra, hogy meglegyenek a megfelelő művészettörténet és történelmi alapjai az itt megjelenő kiállításoknak. Itt kiemelném a Szent Koronát, mert nagyon sok kérdés merült fel annak kapcsán, hogy hogyan is jelenítsük meg. Neves szakértőket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményünk, hogyan lehetne megjeleníteni itt az 1526-ban egy évig őrzött Magyar Szent Koronát. Nem pusztán falakat építünk, hanem olyan vonzerőt fejlesztünk, amely a mai kor emberének is érdekességet ad a füzéri vár történetéből, sőt ezen túl a térségünk és az ország és a Kárpát-medence történetére is utal. Mindig is a vár és a bárbirtok története az a község sorsára alapvető befolyással bírt, és én azt hiszem, hogy most kezdődik egy újkori fénykor majd a vár történetébe. Hatalmas dolog egyrészt a helyszínen mérni, másrészt elmélyedni abban a kutatók munkájában, az elődépítészek munkájában. És ha még egy nevet kell mondanom, az Simon Zoltánné, aki 15 évig ásta ezt a várat. Neki is voltak elődei, Feld István, Juan Cabello, de ő tette rá az életének ezt a nagy szakaszát, és megfejtett egy csomó mindent. Ha az ő nevét mondom, akkor azt mondanám még, hogy ő föl, nem csak a régészet, hanem a levéltárak bajnoka is, ő fölkutatta azt a 14 inventáriumot, ami 4 teljes inventáriumban, ez leltárat jelent. Az inventáriumok, mint írásos anyagok, és a régésznek az alaprajzi megfejtései, illetve a romfalak adtak lehetőséget arra, hogy mi vizionáljuk az egészet, és utána szerkesszük is az egészet. És tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy ez az írásos anyag és ez a régészet, illetve a mérhető romfalak, ez a kettő adott nekünk egy olyan alapot, hogy
mertünk a zsűri elé állni, és mertük ezeket a terveket kirakni, és ezek a tervek meggyőzték, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy dicsérettel elfogadta az Országos Főépítészi Zsűri a terveinket. Egy vár magas tetőkkel kell, hogy befejeződjön. Az ég felé ez egy kívánalom, szemantikailag is, viszont a mi klímánkon a Kárpát-medencébe a vizeknek le kell folynia, tehát nem lehet lapos tetőkben gondolkodni. Maga a kápolna az egy 5x8 méteres és 8 méter magas gotikus kápolna. Körülbelül az a gyönyörűség lehetett, mint amit Csütörtökhelyen látunk, ha felvidékre utazunk. A Zápolya kápolna abból különbözik, hogy nincs megtámasztva gotikus támpillérekkel. Bravúros az építész. Ki is hajlott egyébként neki, most így mutatva tulajdonképpen ez a déli oldalnak az északi belső része, ki homorodott már építés közben, és volt 4 darab olyan ablak rajta, gotikus ablak, amit Sárospatakon a vártemplomnál is nézhetünk. Mi azt szeretnénk, hogyha újra lenne szentelve, felszentelési kereszteket is terveztünk, de nem festenénk ki, csak a mennyezetet, ott viszont a csillagos égboltot és a magyar csillagképeket tennénk rá. A 4 ablak, keleti oldali ablaknál ott boldogasszony ábrázolás lenne, Kovács Keve iparművész és festőművész készíti az üveges munkákat, és a 2 déli oldali és a nyugati oldali pedig 3-3, összesen 9 magyar női szentet mutat be, tehát a nőkön keresztül jön be a festett művészi minőségben elképzelt magyar női szenteken keresztül jön be majd a fény ezen a 9 helyen, férfiak pedig szoborként fognak megjelenni a meglévő szoborfülkéket használva, ott pedig hát 8 lehetőségünk van a 4 sarokba, és a középső oszlopon pedig dupla baldahinos szoborfülkék vannak, ezek a gotikának egy gyönyörűségei, ezek a meglévő baldahinok.
Füzéri várban megrendelő által 6 darab kályha rekonstrukciója került kijelölésre. Ennek a 6 darab kályhának a már elkészült mintáit, illetve bizonyos csempéknél a művészek által készített gipszfogokat mutatjuk most be, mellékeltük természetesen a színmintákat. Az volt a cél, feltétlenül, hogy mindenképpen úgy alakítsa ki a gyár ezeket a cserép elemeket, kályha elemeket, hogy a régi kornak megfelelő stílusban legyen kialakítva maga a mázolása is, és maga a technikája is. Sem a formája a kályhának az elemeinek, sem pedig a színei nem egyformák. Természetesen ez abból adódik, hogy azt kérték, hogy mindenképpen régi stílust képviseljen. Meg is voltak ezek a feltárt régi kályha elemei. Ezt a Zsolnai gyár bemásolta, megcsinálta gyakorlatilag a gipsz negatívját. Ezáltal ki lett alakítva minden egyes kályha, mind a régi feltárások által lévő mintázattal alakult ki, mint ahogy az én kedvencem az Ábrahám Izsák féle kályha, ami szerintem egy nagyon szép reneszáns stílust képvisel, és tényleg az Ábrahám Izsák, ahogy dolgozik rajta ezeken a betét, ez egy igazán szép motívum. Ezen kívül pedig burkolatokat, padlóburkolatokat alakítottunk ki annak megfelelően, amilyen stílust képvisel ugye a vár. Padlócsempék, a kocka 20x20-as csempéket csinált a gyár, ami színes mázas stílusban van, a gótikus teremben van betéve. Nagyon szép dísze a teremnek, magát ugye nyilván a szép ablakok is és a felső homlokzati dísz is, és maga a járólap is nagyon szépen illeszkedik bele. Pincében ugye kőtár és mesterségek helyiségei vannak, a vezér szinten viszont bemutatnánk
a palotának a használatát. Ez jellemzően úgy kell elképzelni, hogy van egy bejárat, és akkor az egy mi hosszú boltnak írja az inventárium. A hosszú bolt, ez egy boltozatot jelent, és a hosszúsága miatt ugye így nevezték. És van egy férfi oldal, és van egy női oldal. És a férfi oldal az három egységes, a női oldal az szintén három egységes. A férfi oldal harmadik egysége az igazából a kincstár, a tárház, ahogy a inventárium mondja, és a boltozatok szerint elnevezték ezeket a helységeket. A női oldalnak az utolsó szobája az már egy tornácra néz, a tornác pedig egy virágos kertre, egy reneszánsz kertre. Tulajdonképpen, ha ezt végig gondolja az ember, baromi szép, hogy a női oldal az a kertig jut, a férfi oldal pedig a kincstárig. Mi azt mondtuk, hogy egy teljesen modern, felső, patkó alakú kiállító termet tervezünk, és egy modern szerkesztésű tetővel, ragasztott fatartókkal, egy tiszta, egy nagy teret tervezünk. Kiállítás időbeliségét, az időszakos kiállítások mindig átrendeződnek. A végleges kiállítások tudjuk, hogy 5-6-10 évenként azért átértékelődnek. Tehát egy funkcionalitásban egy pontosságot adtunk, viszont építészetben egy flexibilitást, hogy később bármit lehessen csinálni, és hát ezt természetesen a statikailag és egyéb szempontokból megfogalmaztuk. Ma Magyarországon a mi emlékesek egy velencei és egy aténi kárta okán, ők azt szeretnék, hogyha nem lennének rekonstruálva az épületek, hanem csak akkor lenne rekonstruálva bármi is, ha teljesen hiteles ábrázolás van róla. Na most, hogy lenne hiteles ábrázolás? Az első hiteles ábrázolás a 19. század végén Miskovszky Viktor, ugye Pártfától, azt kell, hogy mondjam, Miskolcig, de hát ez Füzért is jelenti, Patakot is jelenti, mindent lerajzolt, amit látott, de művészettörténészi építészi igényességgel rajzolt mindent. A vár egy gyűrű alakú vár, egy elnyújtott, egy 40x70 méteres platón épült ez a vár. Az udvar az egy szinttel a nyugati oldalon magasabb, tehát tulajdonképpen az udvar követi a hegynek a régi vonulatát. Nyilván ott az alsó udvarban van a két vizes objektum, a ciszterna és az élőkút. Víz, ami ugye elsősorban mosásra és mindenféle egyéb dologra használatos. A történész elmondta nekem, hogy ebben a korban nem ittak vizet az emberek, tehát boros pincék is voltak, sörös pince is volt. A gyűrűnek az égköve maga a kápolna, és azt kell, hogy elmondjam, hogy ez az égkő, ez mutat fel az égre, ez magasabb lefelé is, itt két pince szint van alatta, a szalonás pince, a terep alakzat miatt lefelé is tulajdonképpen lejjebbről indul a szikláról. Ereszvonal az följebb van, mint a palotaszárnyé, illetve avval, hogy előrébb áll, még följebbnek látszik, hiszen a perspektíva törvényei és szabálya szerint ez így jelenik meg.
a fő nézete ugye ez a nézet. Nyilván most madártávlatból nézzük, de ugye amikor érkezünk füzérre, akkor mindig alulról béka perspektívából látjuk. A félreeső nehezen megközelíthető, ma Alsóbástyának nevezett nyugati védműre az öreg pincéből egy falépcsőn juthatunk ki. Az igen vastag falu tufakövekből épült bástya helyreállítását a 2004-ben végzett alaprajzpontosítás, illetve a 2012-es felmérés alapozta meg. A rekonstrukció során a kivitelezők fokozottan ügyeltek a bástyafalak által körülölelt területen lévő védett flóra és fauna megóvására. A várhegy teljesen külön áll az őt övező Nagymilici hegylánctól, meredek vulkanikus sziklakúpjáról letekintve 20-30-40 méter mély sziklafalat figyelhetünk meg. A sziklakúp eróziója következtében kialakult orgonasívszerű sziklanyúlványok a hegy minden oldalán különböző helyszíni adottságokat eredményeztek, így a vár ablakaiból nem nyílt kilátás minden meredélyre. Ezért volt fontos szerepe a várőrzői számára kiépített gyilokjáróknak, fokoknak, melyek olyan rendszert alkottak, amin a várvédők őrszolgálatuk alatt minden meredélyt szemügyre tudtak venni. A nyugati alsó védőmű a vár belső területénél lejjebb egy sziklanyúlványra épült, mellette egy különálló sziklatömb található. A sziklatömbök között egy hasadék rejlik, melyen megközelíthetővé vált a vár nyugati része. Valószínűsíthető, hogy ezért is volt szükség a nyugati alsóbástya kiépítésére, melyről a hasadékot belátták és védelmezhették. A sziklanyúlványról kiváló rálátás nyílt a hegyoldalra, a teljes településre és a környező utakra. Építésének ideje a 16. század 60-as éveire tehető. Elhelyezzük a országzászlót, ami egy 12 méter magas tölgyfa szerkezet, egy 4 méterszer 2 méteres lobogóval. Én úgy gondolom, hogy ez már Pálházáról látszani fog, ez egy nagyon attraktív dolog lesz. A felújított lőrésekben tarackok állnak, melyek hangjukkal adják majd hírül, újjáépült és él egy regélő vára a Zempléni hegységben. Az alsó bástyáról csodálatos kilátás nyílik a környező hegyekre, Zemplénre és Abaújra egyaránt. A panoráma terasz visszaadja az ide látogatóknak mindazt a kilátást, mely korábban a romokról kitekintve fogadta őket. Van egy-két olyan helység pince szinteken, ami már jobban áll, tehát annak már burkolata elkészült, festése is elkészült, ilyen például a szalonnás pince, vagy ilyen a vizes pince például. A pince szinten ott egy bogácsi tufa kő kerül a padlóburkolatra, több helységben elkészült már. A vizes pincében, a malom pincében már ezek a burkolatok helyen közel elkészültek. A vezér szinten ott kétféle burkolat van. Kápolnához kapcsolódó részek, ebédlőpalota, öreg palotában egy somázas kerámia burkolatot helyezünk el, amelyiket a Zsolnai gyárt. Az összes többi területen pedig egy fertőszéplaki téglát helyezünk el. Ennek a fertőszéplaki téglának az a jellegzetesség, hogy Magyarországon ők azok, akik egyedül a hagyományos régi technológiával készítik ezeket a téglákat. Tehát nem egy gépi sokszorosítás zajlik, hanem kézivetésű téglák. Itt is már több helységben elkészültünk a munkákkal. A tetőtérben, amely már egy modernebb világ, ott egy sütői keménymészkő, macsiszolt felülettel, minden gyerek arról álmodik, főleg a fiúk, kiskorukban, hogy várat építenek, talán egy embernek az életében egyszer, ha megadatik, és én most akkor ezt kipipálom.
Shut